Tavaly évben kezdtük az együttműködésünket az Éfoésszel, meghirdettünk egy kampányt, amelynek az volt a címe, hogy Varázsceruza, rajzolj mosolyt. Az volt a célunk, hogy rajzeszközöket gyűjtünk a sérült gyermekek számára, és ezeket a rajzeszközöket a sérült gyermekek napján itt az állatkertben adjuk át. Sajnos a tavalyi évben ezt a pandémia, a járványügyi helyzet megakadályozta, de mi nem csüggettünk, és gyűjtöttük tovább a rajzeszközöket, amelyet az Éfoész és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság munkatársai segítségével eljuttattunk a sérült gyermekek számára. Összesen a tavalyi évben 6265 csomag rajzeszköz sikerült összegyűjtenünk. Az idei évben is folytatódik a gyűjtés, meghirdettük július elején a kampányunkat, új mottóval, varázsceruza, legyen még több a mosoly, és most is gyűjtünk, még mindig gyűjtünk. Igaz, hogy itt a mai napon, a sérült gyermekek napján a gyűjtésnek egy nagy részét, több ezer rajzeszközt át tudunk adni a sérült gyermekeknek, de gyűjtünk tovább szeptember 30-áig, úgyhogy azt pedig majd később, ugyanúgy, mint a tavalyi évben, eljuttatjuk a sérült gyermekeknek, az Éfoész és szintén az SZDF segítségével. A mai napon több mint 3000 ceruzát hoztunk ki a gyermekek számára, de ahogyan már elmondtam, gyűjtünk tovább, és abban bízunk, hogy jóval meg fogjuk haladni a tavalyi évi gyűjtésünket.